Repedések, elmozdult teraszrészek, így néz ki a Pécsi Kanyar utcában az egyik lakópark épülete. Az itt élők azt mondják, ki lehetne tenni a megtelt táblát. Annyi ingatlant húztak fel itt, hogy az már veszélyes szerintük. A lakóépületek, a meglévők már elkezdtek megcsúszni. Tehát megrokkant a föld alatta, sőt sok helyen ki is mosódott, például a mi házunknál is ez az egyik legnagyobb probléma, hogy nem csak a falakon jelentek meg már a repedések, hanem a teraszok és a ház között is szinte be lehet látni az aljáig, olyan nagymértékű a repedés. Ráadásul a túlzsúfolt területen nem biztosított a megfelelő menekülési útvonal veszély esetén, mondja egy másik lakó. Ha földrengés van, mindenki ott hal meg, ha tűz van, mindenki ott hal meg, mert se a mentő, se a tűzoltós nem tudja megközelíteni a vészhelyzetet. Nekem ez a legnagyobb problémám. A másik az, hogy ezek a támfalak, ami támfalak lennének, ezek nem támfalak. Ez csak egy odatett kődarabkák, amik egyelőre fogják a homokot, az agyagot és a különböző mészkődarabkákat, amit a földbe lehet találni. Most azonban erre a területre egy újabb társasház épülne. A tervek szerint egy 16 lakásos, mondja egy harmadik lakó, aki hozzátette, senki nem egyeztetett velük erről, sem tudják, ki a telek tulajdonosa. Fölénk építenek, szeretnének egy háromszintest, az azt jelenti, hogy mi alattuk vagyunk, minket teljes mértékben be fognak árnyékolni, a mi benapozottságunkat teljes mértékben abból az oldalból el fogják venni, a kilátásunkat abszolút megszüntetik abba az irányba, és az intimitás vesztésről meg csak annyit, itt nem lesz titok. Ezzel pedig az ingatlanjaik értéke jelentősen alacsonyabb lesz. Rigóder luxus lakópark, ez a tábla volt kint két napig az építési teleknél, majd leszették. Előtte sikerült még lefutóznia a Fábián Eszternek a telefonjával. Innen és a tereprendezésből tudták meg, hogy mit akarnak ide építeni. Az ügyben kerestük az önkormányzatot is, ott azt mondták, jelenleg vizsgálják, hogy ki és milyen engedélyt kapott, ezután fognak nyilatkozni. Írtak egy levelet a lakók a pécsi főépítésznek tavaly decemberben. Ebben azt kérik, hogy ne engedjenek további építkezéseket a zsúfoltság és a veszély miatt, de választ ők sem kaptak.